Megint egy veszélyes baloldali támadás, első szándékból még nem sikerül lőni, másodikból azonban már igen. A jobb hátvéd Bényei Balázs, a találat szerzője, nagy az öröm a Békés Csabai kispadon. 4 perc alatt megfordítja a találkozó állását a Békés Csaba. Itt az első hiba, Punosevác érkezik, alaposan megnézheti, hogy kinek adja a labdát. Ott érkezik Bényei Balázs, megint 4 védő volt 2 támadóval szemben a 16-oson belül, sőt a kapu torkában, úgyhogy csak magukat okolhatják a Puskás Akadémia védőjátékosai. Ott érkezik Bényei, 2-1 a Békés Csabának. A helyzetek alapján az első félidőben eldönthette volna a 3 pont sorsát a Puskás Akadémia.